Sziasztok! Ma olyan témakörbe fogunk bele, ami egyszerűnek tűnik, de csak tűnik, mert egy kis gondolkodást igényel, és a megfelelő fogalmak helyes elsajátításával a halmaz műveletek, és maga, hogy mi az, hogy halmaz, az könnyedebben fog menni. Kezdjünk is neki. Ugye, a halmaz és a hozzá tartozás, hogy tartozik valamihez, ugye az ez alapfogalom, ezért ezeket nem szokták külön definiálni, mi sem fogjuk. Lényeg a lényeg, hogy először is a halmazokkal megismerkedünk, hogy hogyan kell őket jelölni, mi az, hogy tartalmaz, stb. stb. A halmazokat nagy nyomtatott betűvel szokták jelölni, úgy, mint nagy A, B, X, vagy bármi, stb. És az elemeiket kapcsos zárójelbe ö, teszik, és pontos veszővel vannak elválasztva az elemek, úgy, mint itt ebben a példában hoztam, hogy az A halmazban van az 1, a 2 és a 3, és ugye a, a halmaz elemeit kapcs, ö, kapcsos zárójelbe tesszük, és ugye pontos veszővel válasszuk ö, ö, el őket. Beszélünk arról, szokták a halmazoknál is megemlíteni, hogy X eleme A-nak. Na, ez az eleme, ez az E betűféle, ez a hozzátartozás jele lényegében. Az az, ugye azt mondjuk, hogy X hozzátartozik A-hoz, azt pedig úgy jelöljük, hogy X eleme A-nak. A az x eleme annak lényegében úgy is mondhatnánk, hogy x benne van az a-ban, tehát az x elem az benne van az a halmazban, egyszerűsítve tehát az x a tartozik. A halmazok elemei bármik lehetnek, tárgyak, fogalmak, vagy akár még halmazok is lehetnek a halmaz elemei, és a halmazok elemeit kisbetűvel jelöljük, egy elemet csak egyszer sorolunk fel, és ugye a felsorolás sorrendje a halmazoknál nem számít, például van ö, ö, halmazunk, ami x, z tartalmazza, az ugyanaz a halmaz, ö, mint a ha y, z, x lenne, tehát a felsorolás sorrendje nem számít a halmazoknál, ez fontos, és jegyezzük meg ezeket a kritériumokat. Két halmazt akkor és csak akkor tekintünk egyenlőennek, ha elemeik ugyanazok. Ezt úgy jelöljük, hogy A halmaz egyenlő B-vel, tehát egy egyenlőség jelet teszünk a két halmaz közé. Azaz, egy halmazt, tehát az elemei határoznak meg, halmazokat pedig sokféle módon Adhatunk meg, és itt jön a képbe az a fogalom, amit már gondolom ismertek ti is, hogy véges halmaz. Na mi is az, hogy véges halmaz? A véges halmaz rendkívül egyszerű. Ha például az a halmaznak véges sok eleme van, fel tudjuk őket sorolni, és van neki számossága. Tehát a halmazban meg tudjuk pontosan mondani, hogy annak a halmaznak hány darab eleme van, tehát van számossága. Ezt pedig úgy jelöljük, hogy mintha abszolút értékbe raknánk a halmazunkat. Például ez az A halmaz számosságát jelöli. Nézzünk egy példát: hogy van egy E halmazom, abban van a 2-3-5-7 számjegyek, és akkor azt kérdezi, Egyszerűen ez a feladat, hogy mennyi az e-halmazunk számossága vagy elemszáma. Hát benne is van, hogy szám, meg tudjuk számolni, hogy 1, 2, 3, 4. Tehát ennek 4 az elemszáma. Tehát az e-halmazomnak egyszerűen 4 a számossága vagy elemszáma. Egy halmazt akkor tekintünk adottnak, ha mindenről el tudjuk dönteni, hogy valami a halmozhoz tartozik, ama, avagy sem. Ebből az következik, hogy egy halmaz nem változik meg attól, ha néme elemét többször is felsoroljuk. Szómi szó, tehát a halmazokat megadhatjuk sokféleképpen. Megadhatjuk a halmazokat úgy, hogyha felsoroljuk az elem, benne lévő elemeket. Mit tudja én, hogy van egy a, a halmazom, és akkor fel tudjuk sorolni a benne lévő elemeket. 3, 5, 7, 9, 11. Így fel tudjuk sorolni az A lévő elemeket. Ne feledjük el, még egy kis ismétlés. Hogyha én azt kérdezem, hogy mennyi az alhalmazom számossága, akkor meg tudjuk adni, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Ennek az elem száma 5. A halmazokat meg tudjuk adni képlettel is. Van egy A halmazom, és azt mondjuk, hogy az A halmaz elemei legyen önnek azok az X-ek, amelyek háromnál nagyobb valós számok. Tehát ugye ez képlettel is megadható. Nagyobb legyen, mint három. Szóval a képleten megadható halmaz elemei azok az x-ek legyenek, amelyek 3 nagyobb valós számok. De a halmazt megadhatom én körülírással is, hogy az a halmazomban olyan számok legyenek, amelyek 10-nél nagyobbak, 20-nál kisebb páratlan számok mondjuk. Menjünk egy kicsit nehezebb fogalomhoz, hogy üres halmaz. Na, ez egy kicsit megfoghatatlan dolog, hogy üres halmaz, hogy mit is értünk üres halmaznak, hiszen egyetlen olyan halmaz van, amelynek nincs egyetlen eleme sem, ugye ez az üres halmaz. Úgy jelöljük, hogy egy nullát áthúzunk, vagy a kapcsos zárójelbe nem írunk semmit. De itt van egy kis buktató. Mi van akkor, hogyha van egy halmazom, és az tartalmazza az üres halmazt? Ez egy egyelemű halmaz, ez már nem üres halmaz, hiszen ennek a halmaznak az eleme az üres halmaz. Jobb, ha ezt így nagyon-nagyon megjegyezzük, hiszen ez a halmazom nem lehet üres halmaz, mert most mondtuk, hogy üres halmaz az, aminek nincs egyetlen eleme sem. De ha ezt látjuk, akkor már rögtön beugrik, hogy ez nem lehet üres halmaz, mert ebben ez a halmaz ugye tartalmazza a, az üres halmaz. Fontos még az is, ide leírom, például itt is vigyázni kell, hogyha látunk egy ilyen, hogy az A halmazomban van a nulla. Na, akkor ez üres halmaz, vagy nem üres halmaz? Hát, persze, hogy nem üres halmaz, mivel a nulla számot tartalmaz az a halmaz, tehát ez egy egyértelmű egyértelmű halmaz. Ugye, ez sem, ez sem üres halmaz. Fontos megjegyezni, hogy van egy általános szabály, hogy van egy ennelemű halmazunk, annak kettő az ennediken, részhalmaza van. Ezt jó, ha megjegyezzük, de majd mindjárt visszatérünk rá, hiszen először tisztáznunk kell azt a fogalmat, hogy mi is az, hogy részhalmaz. Sokaknak gondot okoz megkülönböztetni a részhalmazt a valódi részhalmaztól. Na, remélem, hogy én most segíteni fogok. Tisztázzuk azt, hogy mi is az, hogy részhalmaz, vagy más néven mondhatjuk úgy, hogy tartalmazás, hiszen a részhalmaz az egyfajta tartalmazást jelent. Ha van egy A és egy B halmazom, tehát A és B halmazok, és minden és A minden eleme B-nek is eleme, akkor ugye azt mondjuk, hogy A részhalmaz a B-nek. Vagy más néven. A B tartalmazza, itt a fontos dolog, hogy a B tartalmazza a. -t. Csak ennyi a kikötés, hogy a B tartalmazza a. -t. Ugye ezt így jelöljük, hogy a részhalmaz a B-nek, ami azt jelenti, hogy a B-be, a B halmazom tartalmazza az A halmazt. És fontos még itt megjegyezni, hogy minden halmaznak részhalmaz az üres halmaz, és saját maga is. Ezt a legfőképpen úgy tudom szemléltetni, hogy van ez a nagy zöld négyzetem, ugye ez legyen a B halmazom, a kis sárga négyzet pedig az A halmazom. Hiszen azt mondom, maradjunk ennél, hogy az A minden eleme bent van a B-nek. De hogy jobban megértsük ezt a részhalmaz ö, dolgot, vegyünk egy egyszerű példát. A B halmazom az az ízelt lábúak. Az A halmazom pedig a rovarok. És ö, ha maradunk a részhalmaznál, ugye azt mondja a részhalmaz, hogy a B tartalmazza A-t. Tehát a B, vagyis az ízelt lábúak, azok persze, hogy tartalmazzák a rovarokat, ruvarok, hiszen minden rovar ugye ízelt lábú. Az ízelt lábúak halmaza tartalmazza a rovarok halmazát, vagyis a rovarok halmaza az A, Része az ízelt lábúak halmazának. Ezt így a legegyszerűbb elképzelni. De most jön az, hogy mi is az, hogy valódi részhalmaz. Ugye a valódi részhalmaz az, hogyha A-nak minden eleme hozzá tartozik a B-hez. És itt jön az, hogy mitől valódi? Az, hogy a B-nek vannak az A-hoz nem tartalmazó eleme is, akkor beszélünk, akkor mondjuk azt, hogy az A valódi részhalmaz a B-nek, és itt függ, hogy a B bővebb A-nál. Míg a, a sima részhalmaz, ugye azt mondja, hogy B tartalmazza A-t. És nem mondja azt, hogy a B-nek van más, ahhoz nem tartalmazó része is. Ez a legegyszerűbb, mikor vannak az ízelt lábúak, abban vannak a rovarok, és ugye a B az tartalmazza az A-t is. Tehát csak ennyi a részhalmaz. Viszont a valódi részhalmaz bővebb annál, tehát maradunk annál, hogy az ízelt lábúak ugye a B. A rovarok még mindig az A. A rákok pedig bejön a képbe a, a rákok, ők jelöljük ezt a halmazt C-nek. És azt mondom, hogyha a valódi részhalmaz mit is jelent, hogy hogy az A-nak, tehát a rovarok, tehát az A-nak minden része hozzá tartozik szorosan a B-hez. Hát természetesen, hiszen minden rovar ízelt szorosan oda tartozik a B-hez. Viszont a B itt már egy bővebb kiterjesztett formának lehet elképzelni, mert a B-nek vannak olyan elemei, tehát az ízelt vannak olyan elemei, amelyek nem ö, tartoznak az ahhoz. Ide jönnek mondjuk a rákok. Hiszen a rák ízelt lábú ugyan, de nem rovar, tehát lényegében. Ö, ez egy, a B-ben egy, egy másik négyzetként lehet elfoglalni, hiszen úgy van az ízelt lábúaknak a törzse, a B, az egy bővebb rész, hogy vannak ugye a rovarok osztálya és a rákok osztálya. Mind a kettő benne van az ízelt lábúak törzsébe, de a rovar az teljesen elkülönül a rákoktól. Ugye ezt így ö, lehet lényegében... Ö, Megjegyezni. Remélem, hogy ez egy kicsit érthető volt, de majd visszatérünk még a részhalmaz és valódi részhalmazokhoz, hogy gyakorlatban is el tudjuk ezeket sajátítani. Például van -en, vannak olyan típusú feladatok, hogy soroljuk fel az ABC halmaz összes részhalmazát. Ugye mi megtanultuk, hogy egy n halmaznak kettő az n részhalmaza van, ugye? Ha én azt mondom, akkor ennek hány darab eleme van? 1, 2, 3, ugye ez kettő a harmadikon, azaz 8 részhalmaza van ennek a feladatnak, de azt mondja, hogy soroljuk fel. Hát akkor soroljuk fel. Ne feledjük el, Ugye úgy kezdtük, hogy, hogy minden halmaznak részhalmaz az üres halmaz és saját maga. Szóval egyszer ennek a halmaznak az egyik részhalmaza az üres halmaz. Aztán részhalmaz a még ennek a halmaznak egy egyelemű halmaz, ami azt jelenti, hogy tartalmazza ez a, nagy halmaz, egyszer az A részhalmazt, a B részhalmazt, a C részhalmazt ezek az egyelemű tagjai ennek a nagy halmaznak. Aztán ennek vannak, ennek a nagy halmaznak ABC halmaznak van egy két elemű halmaza is, úgyhogy az A a B-vel van. az A a C vel van, ezek mind a részei, és akkor van olyan, hogy a B a C-vel, ez csak így össze kell párosítani. Ugye ezek az egyeleműek, kételeműek, és ugye vannak a három eleműek, mivel három elemből áll, az pedig egyszerűen az A halmaz, A vagyis az A, BC ez, egy, ez alkot egy másik részhalmaz. És ha le akarjuk ellenőrizni, amit itt kiszámoltuk, akkor valóban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És tényleg ennek 8 részhalmaza van, ennek a három tagú, három elem halmazomnak. Mi ezt gyakorolni is fogjuk mindjárt. Nézzük egy tipikus feladatot. El kell dönteni ezekről a, az állításokról, hogy igazak-e, vagy hamisak. Így szól, hogy van a kapcsos zárójelben egy üres halmaz, és azt állítja az a feladat, hogy ez bizony véges halmaz. Hát gondolkodjunk, mi, mi is az, hogy véges halmaz? Megtanultuk az a véges halmaz pongyolán, hogy meg tudjuk számolni, fel tudjuk sorolni a benne lévő elemeket. Hát ez stimmel, hiszen fel tudjuk sorolni, mert ennek egyik eleme az üres halmaz, tehát egy elemű, és benne van az üres halmaz. Ugye az üres halmaz tartalmazó egyelemű halmaz. Ez az állításunk igaz volt. Nézzük a következőt. Azt állítja, hogy a kapcsolós zárójelben van egy üres ö, halmaz, és az az állítás, hogy ez üres halmaz. Hát gondolkodjunk, mit is mondtunk a, a, a dia elején, hogy mi is az, hogy üres halmaz. Ugye üres halmaz az, aminek egyetlen eleme sincs. Ezt így egyszerűen meg lehet jegyezni. De ha rápillantunk erre, akkor látjuk, hogy ez a halmaz, tehát a kapcsos záróje, ez a halmaz, Tartalmazza az üres halmaz. Így már ugye nem lehet üres halmaz, mert van benne maga az üres halmaz. Szóval ez az állítás hamis. Mikor lenne ez az állítás igaz? Ez az állítás akkor lenne igaz, hogyha így szerepelt volna. Akkor ez tényleg üres halmaz lett volna, ugye? akkor lett volna üres halmaz, vagy csak simán ennyit ö, írt volna az üres halmaz mellé, akkor tényleg ez lett volna az üres halmaz, de így ez az állításunk ö, valóban hamis. Nézzük a következőt. Azt mondja, hogy a négy nem eleme ennek a halmaznak. Hát ezt kapásból tudjuk, hogy hamis, mert a négy eleme a halmaznak, tehát a négy Hozzá tartozik ehhez a halmazhoz, ugye az x eleme A-nak, vagy x nem eleme A-nak,ból ez mind ö, kiderül. Tehát a 4, tehát a magyar nyelv is segít ilyenkor, mert ugye ha ránézünk, akkor és kiolvasjuk, azt mondja ez a C feladat, hogy a 4 nem eleme az 1, 2, 3, 4, 5, 6 halmaznak. Hát dehogy is nem ellentmond, mert a négy benne van. Tehát ilyenkor a magyar nyelv tényleg segít, a négy az benne van. Szóval ez hamis. Következő MRPT halmaz egyenlő a PRTM halmazzal. Általánosságban a halmazokról megtanultuk, hogy ez igaz, mivel a halmazban egy elemet egyszer sorolunk fel, és ugye a felsorolás sorrendje nem számít, tehát ez valóban egyforma is, ugye igaz. Nézzük meg ezt a feladatot, ez is ilyen részhalmazos, hogy soroljuk fel. Következő halmazok összes részhalmazát, van egy kételemű halmazunk, tehát véges halmaz, ezt is tudjuk. Ennek az összes részhalmaza, ugye kettő az ennediken, azaz kettő a második von, négy részhalmaza van ennek a mondjuk a halmazomnak. Hát soroljuk fel. Tudjuk azt, már ezt kapásból tudjuk, hogy az egyik részhalmaza ennek az üres halmaz, mert minden halmaznak részhalmaza az üres halmaz egyszer. Aztán van egy egy elemű tagja, úgy mint a 3 és az öt. Van ebben a nagy halmazban a 3 és az ötös ös részhalmaz is. Vannak két elemű ö, tagjai is, hiszen két, kettő az elemszáma, tartalmaz tartalmaz egy olyan részhalmazot, mikor a három az ötössel van együtt, és nem külön-külön, és -külön. ha ezt megszámoljuk, egy, kettő, három, négy, és tényleg négy részhalmaza van. Na, nézzük ezt, van egy kör, egy négyzet és egy háromszöget tartalmazó halmazom, akkor tudjuk, hogy kettő a harmadikon, nyolc részhalmaza lesz ennek a a ábrá, ezt, ezeket az ábrákat tartalmazó halmazomnak. Tudjuk, először is soroljuk fel. Van neki egy üres halmaza, akkor vannak egyelemű tagjai, úgy, mint a kör, a négyzet, és van olyan tagja egyelemű, hogy háromszög. Aztán vannak neki kételemű tagjai, mikor a kör Együtt van a négyzettel, a kör együtt van a háromszöggel, és a háromszög a négyzettel, vagy a négyzet a háromszöggel, ugye nem számít. És van -e három elemű tagja, mivel három darab az elemszáma. Ez az az eset, amikor a kör, a négyzet és a háromszög és együtt van. És ezt megszámoljuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Ennek az elem száma, vagyis részhalmaza, ennek a halmaznak 8, és ki is jött. Fontos, hogy ezeket a fogalmakat értsük meg, és sajátítsuk el, mert már a későbbiekben, mikor halmazműveleteket fogunk végrehajtani, akkor ezek nagyon jól jönnek.